Sok szeretettel köszöntünk minden kedves résztvevőt a Földvilág napján. A 2015-ös év az egy dupla évforduló, hiszen 25 éve tartják meg már Magyarországon, 45 éve pedig világszerte szervezik meg a Föld napját. És miért is van jelentősége ennek a napnak? Tudjátok azt, hogy a Föld nagy veszélyben van, és hogy az emberek figyelmét felhívjuk arra, hogy földünket óvni, védeni kell. Nagyon-nagyon szennyezett a földünk, nagyon nagy a baj, valamit tennünk kell. És most figyeljetek Judit óvónénire. Hát ugye tudjátok, hogy évek óta minden évben április 22-én összeszoktunk ilyen szépen nagy számba jönni anyukákkal, apukákkal, testvérekkel, mi óvodások, és virágot ültetünk a virágládáinkba. Voltak évek, amikor fát is ültettünk. Mi így tudunk segíteni a Földnek, hogy gyógyuljon a gyönyörű szép virágokkal, a fával, a faültetéssel, és azzal, hogy ezeket óvjuk, védjük egész éven át, és szebbé is tesszük vele a környezetünket. Ma délelőtt már hősiesen 5 próbát kiállt minden csoport. Annak az eredményhirdetése az most fog következni, a Timi néni el fogja mondani, és utána pedig együtt, közösen, anyukákkal, apukákkal, testvérekkel a virágládákba elültetjük ezeket a sok gyönyörű szép virágokat, amit hoztatok, és elhelyezzük az óvoda ablakába, utcán, itt az udvarba egyaránt, és azután egy fergeteges zsíros kenyérparti lesz zöld hagymával, de nem ám csak úgy, hogy eszünk, hanem egy kedves vendég érkezik hozzánk, és azt hiszem, hogy ti sejtitek is, hogy ki lesz az. A Bonifác! A Frederico és a Bonifác zenél nekünk, és akkor ezzel fogjuk lezárni ezt a mai napot. Úgyhogy én kívánom, hogy érezzétek ugyanolyan jól magatokat, ahogy délelőtt is éreztétek, és most figyeljetek a Timi nénire, mert eredményhirdetés következik. Bizony, kedves gyerekek! Szeretnék megdicsérni mind a 3 csoportot, nagyon-nagyon ügyesek voltatok délelőtt. Emlékeztek? Volt 5 állomás, és mindegyik állomáson feladatok, kérdések voltak, és én ahogy figyeltem és hallottam, ti mindegyikre nagyon szépen tudtatok válaszolni. Ezért szeretnék megjutalmazni a csoportokat, nézzétek csak, egy ilyen szép oklevéllel. Szeretném megkérni először is a Nyuszi csoport óvónénie jöjjön át, és vegye át a megérdemelt oklevelet. Tapsoljuk ki számára őket! Gratulálunk a csoportnak! Nagyon ügyes volt a Nyuszi csoport. A Mici Mackó csoport óvónéniét szeretném kérni. Voltatok, és ti is Mici Mackó csoportos gyerekek, és most a Katica csoportosok óvónéniét szeretném megkérni. Gratulálok, a kicsik is nagyon-nagyon ügyesek voltak. Április 22-én már 25 éve a Föld napja világszerte, és ilyenkor kicsit mindig előtérbe kerül a környezeti nevelés, nincs ez másképp a Napsugár óvodában se. Évek óta tartjátok ti is a Föld napját idén is. Idén milyen programok voltak? Így van, évek óta körülbelül 7 éve rendszeresen rendezzük meg a Föld napját az óviba. Tulajdonképpen a környezeti nevelésünk szerves része a jeles napoknak a megtartása, és így a Föld napja is. Talán most már a szívügyünké is vált. Rendszeresen egyszerű egyparánta akcióval záródik ez a nap. A eddigiek során általában délelőtti órákban történt a palántázás, illetve kisebb kis szellemi totót fejtettek meg a gyermekcsoportok, és most az idén volt az, hogy 2 részre bontottuk. Délelőtt volt egy kis fejtörős rész, és a gyakorlati tevékenység a földért, az délutánra került, és így nagyobb szülői közösséget tudtunk megmozgatni, tehát ez is volt a célunk, és meglepetésként a gyerekek kedvence Bonifác és Frederico szórakoztatja szülőgyermeket egyaránt, egy kis zsíros kenyérpartival egybekötve. Ugye említetted, hogy már 7. éve zajlik ez a program itt nálatok. Észrevettetek-e olyan változást a gyerekeknek a szemléletében, ami azt mutatja, hogy vevők erre a programra?
Hát gyakorlatilag azt hiszem, hogy megjelenik a hétköznapokban a környezeti nevelés hatása. Ugye 3 évente újra és újra el kell ugye azt mondanunk, sőt évente. A szelektív hulladék gyűjtéstől kezdve az állatszeretetig szinte napi szinten hangsúlyozzuk a fontosságát a természet, illetve a környezetvédelemnek. Hát odáig már eljutottunk, hogy a szelektív hulladék gyűjtésnél a gyerekek a csoportban megjegyzik, hogy a kékbe csak a tiszta papír dobható, tudja, hogy a szalvétát csak a másik, tudja, hogy mi a veszélyes hulladék, és az mellett azért tényleg a környezetünkre is vigyázunk, nagyon szívesen kirándulnak, palettáznak, illatmintát gyűjtenek, semmit nem fölöslegesen, tehát azért igen, visszaköszön a gyerekektől a, úgymond a környezeti nevelésünk eredménye. Azt hiszem, hogyha meg akarjuk óvni a földnek az állapotát, legalább megőrizni a mostanit, vagy egy kicsit növelni is akár, akkor azt ilyen kiskorban kell elkezdeni a környezeti nevelést. Ezen az eseményen kívül mi említetted, hogy szinte beszűvődik a mindennapokban. Van-e más olyan, ami célzottan ezt szolgálja? Hát a környezeti nevelésünket a szelektív hulladékgyűjtés, illetve az állatok világnapja mellett a vízvilágnapja, és tulajdonképpen a környezeti foglalkozáson belül is rendszeresen azért kitérünk erre, ismerik ők azért már a védett virágokat is például. És talán a jeles napok mellett hát a mindennapi közösségi nevelésünk is része ennek. Mert a természet szépségére rácsodálkozni egy séta alatt, az ugyanúgy hozzátartozik a játékhoz, a kirándulásokhoz, tehát nem csak kimondottan a környezetismeret foglalkozáshoz, hanem szinte minden pillanatunkhoz. Akár az ősz szépségének a megláttatása, a tavaszvirágai, a gólyák hazatérése, tehát tényleg mindenhol ott van és jelen van. Valaki véletlenül nem ismerne minket, én vagyok a Frederico, ő pedig a Bonifáca Bohóc. Vegyem le róla a sapkát? Na, végre, szervusztok gyerekek, szervusztok, sziasztok! Ő az. Így igaz. Én vagyok Bonifáca Bohóc. Szervusztok gyerekek, szervusztok! Éljen! Két kis madár ül az ágon, tarka lepke a virágon. Itt a tavasz, halihó, erre ülni volna jó. Zöld erdőben bárány véget, csengetjűje szépen csenget. Kinyílik a sok virág, attól lesz szép a világ. Szevasztok! Ez a taps! Vándor felhők fent az égen kergetőzve szállnak szépen, csodálkoznak szerte szép, milyen szép a tartalék. Csigabék a házát viszi, hol leteszi, hol felveszi, kitekint a világba, hát ha párra találna. Két kis madár ül az ágon, tarka lepke a virágon. Itt a tavasz, halihó, elrepülni volna jó. Zöld erdőben bárány béget, csengettyűje szépen csenget. Kinyílik a sok virág, attól lesz szép a világ. Felhők fent az égen kergetőzve szállnak szépen, csodálkoznak szerte szét, milyen szép a tarkarét. Csigabig a házát viszi, hol leteszi, hol felveszi, kitekint a világba, hát ha párra találna. Hoppla! Még az erdő.
Bizony nem sokára itt az anyák napja. Készültök már rá? Akkor most eljátszunk valamit. Az erdőbe házikó. Eljátszunk? Akkor mutassátok, ugye Bonifácia? Ez az. Mutassátok, gyerekek, milyen a házikó? Az erdőben házikó, ablakában nagy a bó, lám egy nyuszi ott szalad, az ajtón itt bekoppog. Kérlek, segítsd én rajtam, a vadász a nyomomban, gyere nyuszi, sose fél, meglász egy kéket testvér. Az erdőben házikó, ablakában nagy a bó, lám egy nyuszi ott szalad, az ajtaján bekoppog. Kérlek, segítsd én rajtam, a vadász a nyomomban, gyere nyuszi, sose fél, meglász egy kéket testvér. Hogy is van, mutassátok, az erdőben házikó, úgy bizony, ablakában nagy apó, így néz ki száz dioptriám. Hí, nem egy nyuszi, ott szalad, dobog a füle! Az ajtaján! Kérlek, segítsél rajtam! Vadász! A vadász a nyomomban! A hívjad! Gyere nyuszi, sosem fél! Meglász egy kéket testvér! Bravo! Milyen ügyesek ezek a beremendiek? Ügyessek, ügyessek, és most jön a mókuska, eljátszunk? Erre csörög a dió, arra meg a magyaró, magyaróbokron diófán, mókus füttyöz domb alján. Mászik a fára, nem figyelsz oda? Elcsenél előlünk a diót meg a magyarót, rány a mókuska. Mókuska, mókuska, felmászott fára. Te is. Sokára itt a nyári szünet, örültök neki? Csak az mehet nyaralni, aki tud úszni. Ha mutassátok, hogy úsztak, úszok itt. Erről jut eszembe. Volt egyszer egy ponty, úszott, mint a pinty. Volt egyszer egy pinty, repült, mint a ponty. Együtt mentek, úsztak, szálltak, mendegéltek, tán még most is mendegélnek, ha a kelő nap sugarába útjuk végére nem értek. Elölment a ponty, úszott, mint a pinty, utána a pinc repült, mint a pont. Játsszuk el, hogy átusszuk a Balatont, jó? Előre a nyakat, húzd be a hasad, és mondd azt, hogy uszi, 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 egye, petye, hopszasza. Uszi, uszi, egye, petye, hopszasza. Uszi, uszi, egye, petye, hopszasza. Így tudsz úszni, így gyorsba. Gyerünk, mozgás. Uszi, uszi, egye, petye, hopszasza. Uszi, uszi, egye, petye, egy-két. Uszi, uszi, egye, petye, hopszasa. Húszatok gyorsabban, mert cápák jönnek. Vigyázz, ott van mögötted, mindjárt kapja a lábadat, utolér, utol jönnek a cápák. Gonosz tevők, gazd halak, jön cápali és megragad. Tolvaj, zsivány, csaló, rabló, jön cápeti, a megtorló. Cápali és cápeti, a két koboltyú zseni. Cápali
és Cápeti, nevüket mindenki ismeri. Ugyanaz ott a szék alatt, elkapja a lábon! Hogyha a törvényt megszeged, Cápali jön és megkerget. Mérgébe társa Cápeti szól, harszálkáját neki! Cápali és Cápeti, két fokon gyönteni. Cápali és Cápeti, őket mindenki ismeri. Cápali és Cápeti, két fokon gyönteni. Nevüket mindenki ismeri. Kitolunk a cápákkal.